Nem fogok prédikálni, persze. Hálásak vagyunk Istennek ezért, ezekért a napokért, amelyeket együtt tölthettünk, és ilyen szép számba minden nap, minden Isten tiszteleten részt vehettünk. Köszönjük Istennek a szolgálókat is, akik szolgáltak úgy a zene téren, mint a bizonyságtevéseken, a ige hirdetések. Ez egy komplex, igazából nem egy egyszerű dolog, és nem én egyedül szerveztem ezt, hanem veletek közösen. Nagyon sokat segítettetek, helybeliek, mind a két gyülekezet. Mind a két gyülekezetből kivettétek a részeteket, úgy, ahogy éreztétek, úgy, ahogy Isten vezetett benneteket. Persze vannak kiemelkedő személyek, úgy, akik a függöny mögött vannak, akik dolgoztak, akiknek a neve nem lett talán megemlítve, vagy nem álltak itt a szószék mögött, de ezek mind segítettek. Persze kiemelkedő személy azért van közöttünk. Nagy terhet viselt Miszti János testvér. Sokat beszéltünk telefonon a távolból, ha valamit intézni kellett, hívott, ha én láttam valamit, én hívtam, az mellett mások is természetesen, akár a németi Zsolt testvér, akár a Juhász testvér, és még mások is. A bácsi Janika, Timea, a János testvér, Törpe János testvér, a Nagy Józsi testvér, olyan sokan részesültek valami munkába. És hadd mondjam azt, hogy Isten olyan gazdagon megáldotta ezeket a napokat. Szeretném azért kiemelni azt is, hogy köszönjük az Úrnak és a szolgálóknak, Pataki Albert testvérnek, a Gyöngyikének, Pintér Imre testvérnek, Eszternek, Babos Csaba testvérnek és Erzsikének, akik jöttetek a távolból, olyan nagy áldozatot hoztatok magatokkal, és áldást hoztatok, hogy megosztjátok velünk. Simon Adrián és Edith testvérnő is. Az Úr nagyon áldjon meg benneteket. Szeretném azért megosztani Mózes könyvéből, amikor Isten ígéret tesz az ő népének, hogy áldott leszel a ki- és bemeneteledben, és áldott a te kezed, ahová teszed. Tudod, hogy áldás van a kezed alatt? Amire ráteszed a kezedet, az meg van áldva. Az meg van áldva. Azok, akik vendégeket fogadtak az otthonukba, sokat fáradoztak, de megvan áldva a kezük helye. Ahová kezüket oda tették, ott áldás van, drága testvéreim. Emeld csak így fel a kezedet, emeld fel így a kezedet, és mondjad magadnak, hogy áldás van az én kezem alatt. Áldás van az én kezem alatt. Isten megáldotta a te kezedet, a te kezednek munkáját. És olyan csodálatos, hogy Isten ezt a sok kezet megáldotta. Nem csak az ajkunkat, mert beszélni sokszor tudunk, drága testvérek, de hogy a kezünkkel megérintsünk valamit, az fáradtságba kerül, néha idegességben is visz bennünket egy kicsit, és szorultságba összeszorul a szívünk esetleg, vagy nem egyezik az elménkkel, de Isten egy jó Isten, aki mindig mellettünk van, és még mindig, sok ezer év után is, nem csak Mózes idejében, hanem ma, a 21. században is működik, és velünk van, és megáldja a kezünknek a munkáját, megáldja a szervezéseinket, néha korrigálja, és az jó is, néha kell valamit változtatni is, és ebben sokan
segítettek. Ugyanakkor hálásak vagyunk a román testvéreknek is a gyülekezeti helységért, hogy 3 napon keresztül kölcsönözték a gyülekezetüket, ők nem jöttek össze, talán azért is, hogy kölcsönözzék nekünk ezt a szép helyet. Ez egy külön áldás. Olyan sokszor, sokféleképpen Isten meg tud áldani bennünket. És ne vegyük ezt közömbessel, hanem úgy fogadjuk, mint Istennek áldását. Én áldást mondok ez alkalommal mindannyiunkra. Mindannyiunkra. És kérem ugyanakkor, hogy Isten tegye a kezét mindannyiunkra. Áldást kérek, és tudom azt, hogy Isten meg fog minden egyes szemét áldani. Lehet, hogy valakik csak adakozással tudtak hozzájárulni, és ez is szükséges, éppen úgy, mint minden más szolgálat. A legkisebb szolgálatot sem felejti el Isten. Amivel hozzájárultál, Isten meg fog áldani, meg fogja sokasítani, és ezt meg fogod tapasztalni. Minden téren nehéz felsorolni mind ezt, amiben részesültünk, vagy a szervezések 6 hónapon keresztül, de minden telefonhívás, minden beszélgetés Isten emlékezetében van. Drága testvéreim, befejezzük ezt a szövetségi konferenciát, világ-magyar szövetségi konferenciát. Ez az első Amerikában, vagy Észak-Amerikában. Reméljük azt, hogy 9 év múlva újból sor kerül rá, nem tudom, hogy hol, és hol lesz megszervezve. Addig még gondolkozhatunk, addig még imádkozhatunk is, persze. Addig még 2 másik helyen lesz világ-magyar pünkösdi konferencia, úgy Romániában, mint Magyarországon. Lehet, hogy még a déli vidéken is lehetséges, mert a testvérekkel beszélgettem, és mondták, hogy déli vidéken is szeretnék egyszer megszervezni. Úgyhogy bővül, a munka bővül, és a munkásoknak is bővülnie kell. És ez a csodálatos Isten kezében, Istennek munkájában, hogy Isten mindig újabb és újabb személyeket is beállít a munkába. És azok, akik már benne vannak, azok nincsenek kitaszítva vagy elfelejtve. Isten előtt nincsen elfelejtve egy személy se. Megpróbáljuk azt, hogy mi előttünk se legyen senki. Mindenki legyen áldott az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Hajtsuk meg fejünket, és én áldást kérek. Szerető Atyám, annyira megáldottál bennünket, hogy nincsenek szavak, amelyekkel meg tudnánk köszönni. De Uram, Te ígértél, Te ígérted a Te áldásról, Te hívtál el bennünket. Uram, különböző hátterekből jövünk, különböző családokból jövünk, és nem érdemeljük ezt a sok áldást, amiben részesítesz bennünket nap mint nap. De Te áldással vagy telve, a Te országod tele van áldással, és ezt nem magad részére tartogatod, hanem a Te gyermekeid részére. Uram, most arra kérlek, hogy minden egyes szemét, aki részt vett ezen a konferencián, áldással menjen el erről a helyről. És amilyen szüksége van, olyan áldást adjál, Uram, hogyha testi áldással áld meg, hogyha lelki vagy szellemi, olyan áldással áldjad meg, Uram, hogy mindenki meg legyen áldva, és azt tudja mondani, hogy bizony az Úr volt ezen a helyen. És hogy Te megáldottad. Uram, légy dicsőítve, légy felmagasztalva. Ez a nép, ez a maroknyi nép, dicsér Téged. Dicsér Téged és magasztal. Felmagasztalunk mindenek felett, mert Te vagy méltó mindenekért, Uram. Milyen pedig az orcánknak pirulása, Uram. Mert csak kegyelemből, csupán kegyelemből és irgalomból lehetünk így együtt, Uram. Mert Te kegyelmes Isten vagy.
Így, Atyám, áldjál meg minden egyes szemét, hogy vigyük magunkkal az áldásokat hajlékainkban, városainkban, ahonnan jövünk, Uram. És mindenekért Téd legyen a dicsőség, Atya, Fiú, Szent Lélek, Szent Háromság, mind örökkön, örökké. Amen. Amen. Még egyszer hálásak vagyunk Istennek, értetek, minden egyes személyért, a helybeliekért, mind a két gyülekezetért, akik messziről jöttetek azért, hogy fáradoztatok, akik szolgáltatok valamiben azért, mert szolgáltatok. Legyetek áldottak Jézus Krisztus nevében. Amen.